Szép napot és szép estét kívánok, kedves nézők, tartsanak velünk, visszatérő vendégünk a stúdióban Csasszon András, a Cervinus Teátrum igazgatója, ahogy Jó napot megszokhatták a kívánok! kultúra, színház és közéleti, kulturális, társadalmi eseményeink jeles felelőseként városi szinten mindent hozom magaddal ilyenkor. Gondolkodtam a felvezetőmben, hogy mi is a legaktuálisabb. Hát nyilván, hogy a közelgő Szent István napon előttünk nagy rendezvényként. Igen, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy kamerák előtt is tájékoztassam önöket. Gyakorlatilag pár napos az a bejelentés, hogy a központi kormányzati és a helyi önkormányzati Szent István napi programok kapcsán felszabadítják a szigorú koronavírussal kapcsolatos rendelkezéseket. Mit értünk ez alatt? Kevesen tudják, hiszen nem lapozgatnak központi híradásokat, nem kísérik figyelemmel azokat a jogszabályokat, amelyek az úgynevezett tömegrendezvényekre vonatkozik. Mi, amikor elkezdtük a Szent István nap előkészítését, akkor még azzal számoltunk, hogy az 500 fős korlátozás az érvényben van. Ráadásul hozzá kell tennem, hogy az 500 fős tömegrendezvény és az 500 fő minden egyes tagjának az 500 főn belül rendelkeznie kell védettségi igazolással. A gyakorlat ugye azt mutatja, hogy mindenre van megoldás, leleményes a magyar ember. Mi is ezért mertünk akár egy Kárpátia koncertet is bevállalni. Reményeink szerint azért lesz ott 2-2,5 ezer ember, tehát ezt is kitaláltuk, hogy megfeleljünk a jogszabályoknak, és mégis. De hál' Istennek úgy futunk neki a hétvégén az augusztus 20-i programoknak, hogy ezek a korlátozások nem lesznek. De elgondolkodtató, hogy azért a további eseményekben például a szeptember közepére tervezett szilvanap az hogyan lesz. Jelentem, készülünk, majd kitérünk erre rendben is. Van. Tehát augusztus 20-a egy hosszú hétvége, péntek, szombat, vasárnap, hogyha most nem tévedek, és remélem ez most péntek, szombat, vasárnap. 20-a péntekre esik. Munkatársaimmal összeállítottunk egy olyan szóróanyagot, és természetesen ez nem csak nyomtatott formában, hanem honlapunkon is, és Facebook oldalakon, és most önöknél itt a TV kamerái előtt is elhangzik. 20-ai program délelőtt kint a Szabad Strandon a szokásos úszóverseny és futóverseny zajlik. A helyszín annyiban változik a korábbi évekhez képest, hogy nem az ótemplom előtti térre visszük ezt a rendezvényt, ezt az eseményt, hanem le a kacsatóhoz. Pont azért, hogy a két nagy koncert, ha több ezer főt fog vonzani, és remélem így lesz, akkor a kacsató környékén igaz, hogy fákkal tűzdelt, de olyan nyitott tér áll rendelkezésre, ahol akár 3,5 ezer ember is kényelmesen ez elfér. Biztos, igen. Tehát a helyszín, az augusztus 20-ai általunk szervezett programsor és színpad, az a kacsatónál lesz. Vannak olyan szarvasiak, akik emlékeznek arra, hogy még egy 6-7 évvel ezelőtt ezek az augusztus 20-ai programok itt voltak lent. Azóta ugye szépült a partszakasz, ott van a Fővenystrand, azon a területen, ahol mi a színpadot föl fogjuk állítani, ott eredetileg sem voltak fák, tehát hát nem érint fákat, nem érint cserjéket, nem fogjuk bántani ezeket, és hát a vendéglátó sátrak is jobban elférnek, és elhelyezhetők, és akkor itt hadd említsem meg, hogy aki úgy gondolja, hogy ezen a jeles napon ki akar telepedni, az a Komép Kft.
piac felügyeletet keresse, hiszen a vásárrendezési jog az továbbra is a Comép Kft-nél van. Tehát itt említettem eleve a vendéglátósokat, de akár egy kürtös kalácsot, vagy egy cukorkás, vagy bárki, aki a termékeit úgy gondolja, hogy ezen a délutánon értékesíteni akarja, az a piacfelügyeletet keresse, és ott jelentkezzen be. Igen. Ahogy említettem, a délelőtt az úszóké, és ezért ez a második trianoni emléktusa, távúszó és futóverseny. Itt nem tervezünk színpadi programot, mert ez légvonalban 100 méterre lesz egymástól, és magát a verseny lebonyolíthatóságát is egy áthallás zavarná. Tehát ott az a szabad strandon kerül lebonyolításra, látványos lesz, tehát nem csak a versenyzőket várják, hanem esetleg szurkolókat, hozzátartozókat, de érdeklődőket is. Vidékieket sokan elkísértek. 13 órától, tehát 20-án délután 1 órától Mága Ernő és zenekara Jó Ebédhez Szólónóta műsorát hallgathatjuk. Kiváló zenekar. Rendszeresen találkozhatunk velük, ha máshol nem, Szilvanap kapcsán. Volt Rajkó zenekar kiváló zenészei, hát természetesen már kicsit idősebb kivitelben. Együtt címmel 15 órától, tehát délután 3 órától a Cervinus Teatrum művészeinek Szent István napi ünnepi műsorát láthatják kint, igen, ezen a szabadtéri színpadon. Paralel, ez korábban is az utcafronton felállított szabadtéri színpadon volt. Majd egy rövid felvonulás a színpadtól föl az ótemplomba. Ezt is nem egyszer végigcsináltuk. Gyakorlatilag felvonulunk az új kenyérrel, az ótemplomi ökumenikus kenyéráldáshoz. És akkor egyben el is mondtam, hogy 4 órára várjuk azokat a szarvasiakat, vagy a városban tartózkodó embereket, akik egy ökumenikus kenyéráldáson szeretnének részt venni. Délután 4 órától Tesedik templomában, az ótemplomban. Mind az evangélikus egyház, mind pedig a katolikus egyház jelen lesz ezen a kenyéráldáson. Majd, hogy nem azt mondom, hogy ezzel párhuzamosan Körös Kvintet lent a Kacsató színpadán, de 16:30-as kezdéssel, tehát aki mindkét eseményen ott akar lenni, a templomi eseményen is, és a Körös Pinteten is, gyakorlatilag visszaér. És utána egy hosszabb technikai szünet, mert a Kárpátia koncert zenekara kell, hogy technikailag beálljon, hangbeállás, hangpróbák, stb. Tehát Kárpátia koncert. Itt azért hadd mondjam el, hogy a Kárpátia zenekar az elmúlt másfél évben nem vállalt sehol koncertet, a pandémiára hivatkozva, tehát még kisebb beltéri ültetett rendezvényként sem vállalt koncertet. Kivételes helyzetben vagyunk, másfél év kihagyás után ez lesz az első koncertjük, legalábbis én a szervező irodától ezt a tájékoztatást kaptam. 20 órakor elindul a megszokott lampionos felvonulás a Holdkörösön, melynek a gyülekezője a kajakkenó vízisporttelepen. És hát megérkezés majd valahova a volt önkormányzati ödülő magasságába. Azért beszélek így, sokan már látták, hogy elbontásra került a Kacsató fejlesztése, jövőbeni fejlesztése kapcsán elbontásra került az önkormányzati üdülő kocka épülete. Viszont úgy gondoltuk, hogy az ünnepi tűzi játékot, amíg elbontás után ott hagyott és megmaradó mólóról lőjük föl. Tehát tájékoztatom a
kedves szarvasiakat, rokonokat, ismerősöket, szarvasra érkezőket, hogy a megszokott helyükről nézheti majd mindenki na, a tűzijátékot, mert annyi különbség lesz korábbi évekhez képest, hogy nem az önkormányzati üdülő tetejéről, hanem a mólóról kerül fellövésre. Éveken keresztül onnan lőttük fel, aztán kicsit magasítottunk rajta. Na ez a magasítás, ez elmarad, de ugyanúgy fogják látni a hídról. Volt Ciprus fogadó túloldali részéről, akár a hátunk mögötti gátról, vagy magától a színpadtól, a kacsatótól, illetve a teljesen nyitott holdkörös partjától, ott a Fővenystrandról is, hiszen ívesen kanyarodik a körös medre. Hát olyat nem ígérhetek, mint amit Budapesten, hogy a Európa legnagyobb tűzijátékát lőjük föl. Pénzügyi keretkeink meghatározottak, igyekszünk. És közben, tehát ugye értelemszerűen a tűzijáték a Kárpátia koncert után lesz. Igen. Ha 7 órakor elkezdődik a koncert, akkor mindenféleképpen egy legkésőbb 8:30-re, 8:45-re az véget ér. El tud menni mindenki a kedvenc szokott helyére tűzijátékot nézni. A tűzijáték maga 21 óra 15 perckor, ez is két évtizede, másfél évtizede ismétlődik. Oka az, hogy ekkora sötétedik be, ekkora olyanok a fényviszonyok, igen, hogy érdemes egyáltalán fölnőni. És hát természetesen a Kárpátia koncert után egy rettentő, kemény, gyors műszaki átállás. Jön a Honeybees zenekar, akik a tűzijáték után, a tűzijáték befejeztével várják vissza a kacsató színpadához a vendégeket, vagy hogyha ugye, jellegében, stílusában ez más zene, akkor az ezután a zenei vonulat után érdeklődő bulizni vágyókat. Igen. Ez este 10 órakor kezdődik ez a mézédes Honeybees koncert. De nem kell utána sem buslakodni, mert a koncert végeztével 23 óra 30 perckor utcabál kezdődik fönt a Majdapéter utcán, a Templom téren. Ennek a szervezője a Galéria Grill étterem, és a DJ Leslie, mindenki által ismert szarvasi diszkós várja a bulizni vágyókat. Ez az utcabál szerepel az önkormányzat tervezetében? A plakáton. Tehát a plakáton rajta a van. A plakáton rajta van, akkor a honlapon rajta van. Úgy, hogy társrendezvény. Társrendezvényként, igen. Magyarán nem lesz korlátozás. Ott sem lesz korlátozás. Igen, a Szent István napi programok része. Nem lesz korlátozás, tudomásom szerint. Igen. Ott sem. Igen. Ezt viszont azért visszük föl a Vajda Péter utcába, logikus, mert teljesen. Ha lezúg egy eső, így van. Akkor azért bulizni, táncolni nem lehet. A lenti résznél nem fesztivál sátrat építünk, hanem fedett színpadot. Igen. Fesztivál sátor, az biztos vagyok benne, hogy a Kárpátia koncerthez is kevés lenne, és az oldalponyvák, az oldal merevítő drótok, azok kitakarnának a koncertből. Teljesen. Tehát ott, hogyha eső lesz, akkor kérem mindenkit, hogy időjárásnak megfelelően készüljön. Egy koncertnél beállunk a színpad elé, és meghallgatjuk. Kísérő rendezvényeket említettél, és nagyon szépen köszönöm. Fontos, még egyszer, a trianoni emléktusa, tehát a távúszó és futóverseny, igen. Ezen a napon délelőtt 10 órától, de egy másik helyszínen, a Szárazmalomban Rosszik Zoltánék, a múzeum munkatársai bemutató őrlést tartanak, azon a napon többször elindul a garat,
elindulnak a lovak délelőtt 10 órától egészen délután 4 óráig gyakorlatilag az ökumenikus kenyéráldás kezdetéig a száraz malomban bemutató őrlés van betervezve, és ez szintén ingyenesen látogatható. Tehát nagyon lényeges dolog, hogy a múzeum nem fog jegyet kibocsájtani. Ezt azért hozzáteszik ők is, hogy ez augusztus 20-ára érvényes. Ez egy ajándék. Ez az ajándék, és hát értelemszerűen 21-én, szombatra, 22-én, vasárnapra már nem. Igen. Ezzel párhuzamosan társrendezvénynek számít egy úgynevezett testvérvárosi találkozó, hiszen testvérvárosi delegációkat várunk. Igen. És egy strandfesztivál, amely gyakorlatilag ezt a teret hivatott belakni, és egy fesztivál helyszínként jelenik meg. Igen. Sokat gondolkodtunk azon, hogy ha hosszú hétvégéről van szó, akkor esetleg milyen programkínálattal állhatunk elő szombatra és vasárnapra. Megint kérem önöket, akik nézik ezt a beszélgetést, gondoljuk végig pénzügyi szempontból. Hát az érdemes végig gondolni. A két koncert áfás ára és a hozzá szükséges műszaki kiszolgálás túllépi a 9 millió forintot. 9 Na, akkor millió erről forintot. Ha mi ezt a hétvégét szerettük volna telipakolni, akkor egy megközelítőleg 25-30 milliós szilvanaphoz hasonló nagy rendezvényről beszélünk. És ezt is megszokhatták már a kedves tévénézők, hogy én ilyenkor megemlítem azt, hogy nem túl távolra utazva mit lehet ezzel egy időben nézni. Pontosan. Ajánlom a békési madzagfalvi napokat. Ja, mert akkor lesz a madzagfalvi. Így van. Na, a madzag, most akkor egy szerencsés. Madzagfalvi napokat szeptemberről előjük hozzá augusztus 20-ára. Hát valószínű, ők így taktikáznak, hogyha a szeptemberre valamilyen szigorítás bekövetkezik, akkor már túl lesznek. Ne szakadjon el, bizony, ha nem legyen. És hát ott nagyon komoly koncerteket ígérnek. Nagyon, hát, én nem egyszer volt szerencsém belepillantani úgy részletekben. Úgyhogy, le a kalappal az utóbbi három szervezésre. Tessék fölmenni a honlapjukra, három nagyon húzós koncertet ajánlanak péntek, szombat, vasárnapra. Úgyhogy ez az egyik, de szerintem megrendezik Orosháza Gyopáros fürdőn a kenyérünnepet is. És jó néhány dolog, mezőtúrról nem tudunk egyenlőre hát semmit, ők és semmit. Előtte hozzák a túrivását, 15-én Nagyboldogasszony napján lesz, azt tudom. Így van, tehát az nem esik egybe a 20. rendezvényen. Hát várhatóan ők is ugye, már így alakították ezt, de én azt mondom, hogy a megyébe itt a környéken, ha valaki strandolni, vágyik fürdőt, talán minden mennyiségben szabad. Hát természetesen a szokásos dolgok, Arborétum, Mini Magyarország, Nemzeti Park, a Vízi Színház mindösszesen csak 20-án nem ad programot, de 21-én szombatra és szerintem még vasárnapra is van tervezve. Azt tudom, hogy gyakorlatilag ezen a hétvégén bezárul. Igen, 22 az a 11. Vízi Színházi programsor, de 10 éves a Vízi Színház maga, mint épület, és a Cervinus Fesztivál volt 10 éves, 1 éves tolódással. Esőnapok hirdetve vannak még 23-ára, 24-ére, de ha nem érinti az addigi kínálatot, akkor, ahogy mondom, 22-ével gyakorlatilag a mindennapos fesztiválosdi befejeződik. A mi szervezésünkben lesz még 27-én egy komoly zenei koncert, a Szegedi Filharmonikusok. Lesz egy emlékest 31-én, augusztus 31-én, és hát természetesen... Az milyen jellegű emlékest? Egy
fiatalon meghalt fiatal ember emlékére fognak össze szarvasiak. Irodalmi zenei, vagy hogy képzeljük? Vegyes válogatás. Ja, vegyes. Van benne irodalmi rész, uh-huh. van benne szólógitár, akusztikus gitár, tehát például Fonáth Zoltán közreműködik, Varga Viktor, Szekér Gergő. Értem. Tehát egy olyan társadalmi összefogásról van szó, uh-huh. amely, és még egyszer, tehát egy emlékest, igen. amely a család pénzügyi megsegítését is szolgálja egyben. Magyarán ez egy karitatív igen. jótékonyság. Itt érdemes lesz a szervezőket majd megszólítani, és esetleg jó, köszönöm, hogy kamerák elé meg is hívni. Invitáljuk őket. Na beszéljünk. És hát a legvégén a Szent Mihály napi tűzgyújtás. Ezt fogja majd zárni a vízi színházat. Akkor ugorjunk vissza időben, mert még a hétvége utolsó, vagy hétvége előtti utolsó adásban is említettem, hogy azért ne feledkezzenek meg, legyenek kedvesek a szarvasiak, meg a vendégeik sem, hogy a pavilon szintén 19-ig nagy üzemben. Igen. Üzemben minden este, ott is tudnak válogatni bőven. Igen, hiszen ezt ötvözzük az idén a térzene program kínálatával. Hál' Istennek nagyon sokszínű műfajában, sokszínű a kínálat, zenei stílusokban, műfajokban is változatos, de ugyanúgy ott vannak a táncos produkciók is, kísérjék figyelemmel ezt a programsort. És hát ott még döntés előtt állunk, hogy 19-e az csütörtökre fut ki, hogy esetleg ott megtoljuk még 19-e, 20-a, 21-ével, tehát még három esti programmal meglátjuk, igyekszünk, hogyha hát, ha van valami megfizethető, pótlás, akkor meg tudjuk csinálni. Így van. Az idén nyáron az eső nem vert el rendezvényt, nem úgy, mint tavaly. Igen. Tehát a pótlás az tavaly kézenfekvő volt. Azoknak a fellépőknek ajánlottuk fel ott az utolsó hétvégére a pótlást, akik eső miatt, rossz idő miatt nem tudták megvalósítani igen. a zenepavilonos előadásukat. Igen. A legutóbbi találkozásunkkor is említetted, hogy nagyon sikeresek, de hát jó a visszhangja folyamatos, hogy a nyári Cervinus táboroknak fut még tábor? Igen. Az elmúlt héten futott le a Hercegnő tábor. Nagyon exkluzív. Az idén már másodjára. Igen. Kicsit furcsán cseng ez az elnevezés, de gyerekek szeretik. De hogyha tartalommal töltjük igen, meg, akkor ez is helyén való, kézenfekvő. Táncos tábor is van még hátra. Azt hiszem még három táborunk lesz, hiszen egy adott héten nem csak egy, hanem akár két tábor is párhuzamosan fut egymással. Igen. Na, és akkor még egy-két aktuális gondolatot a szélban a várható fejleményeiről. A napokban ellenőrizzük és kontrolláljuk, hogy a honlapon szereplő produkciók azok tényleg készülnek-e az idei szilvanapra. Igen. Ez azért lényeges, mert gyakorlatilag a tavaly elmaradt, tehát 2020-ban elmaradt szilvanapi produkciókat az előadók jóváhagyásával átemeltük az idei évre. Igen. Úgy gondoltam, hogy ez úgy fair, hogyha ott a produkciójuk elmaradt, akkor majd az idén bepótolják. Hát találkoztunk olyan zenekarral, akik ráfeledkeztek erre, és pontosítjuk a programot. Ez a pontosítás legkésőbb a hétvégéig a Szarvasi Szilvanapok honlapján, a www.szilvanapok.hu honlapján megtalálható lesz. Ahogy említettem, augusztus 20-a kapcsán a tömegrendezvényekre vonatkozó nagyon szigorú szabályzók feloldásra kerülnek, de ez nem igaz a szilvanapra. Nem, bizony.
Tehát, hogyha jelenlegi jogszabályok szerint működünk, akkor a tematikus udvarok, a szokásos két szabadtéri színpad is ez alá, az 500 fős korlátozás alá esik. Mi úgy tervezzük, hogy a Kossuth utca, a Vajda Péter utca sétáló felületei azok szabadon. Igen, mert az vásár jelleg. Hát, és gyakorlatilag fogjuk föl sétáló utcának, és most kimondok egy furcsa dolgot, nem közvetlenül a Szilvanapok rendezvény területeként. Ez az, amit nagyon sok településen gyakorlatban így valósítanak meg. És hát még egyszer, a jelenlegi szabályzók értelmében azon ne csodálkozzanak, hogyha ne adj Isten a borudvarba védettségigazolást fognak kérni a belépés előtt. Aztán bízzunk abban, hogy valami csoda folytán ez is megváltozhat, de a lényeg az, hogy jelen állás szerint ez a szabály. Szeptember 10-ére, 11-ére, 12-ére két és fél napos nagy programsorral készülünk, két színpaddal, tehát ott a múzeum előtt felállításra kerülő, a templomtéren felállításra kerülő Vajda Péter utcai színpaddal. A Kossuth utcai színpad helyszíne az pont azért, hogy sétáló utcává alakíthassuk a Kossuth utcát teljes egészében, vásározókkal, vendéglátósokkal természetesen. A Kossuth utcai színpad az a jelenlegi terveink szerint lekerül a Szent István parkba, a Köröspartra. Ez sem újszerű, hát ez volt ott színpad. De a tematikus udvarok megvalósulnak. Kölyök udvara, Benka iskola felső tagozatos udvarán, a borudvar, a Székely, bocsánat, a szarvasiak köznyelvi használatában, Székely konyhájának udvarán, a kézműves sörök udvara szintén a szokott helyén, de a Zebra Klub, na és itt van egy érdekes dolog, na, ez érdekes, a Zebra Klub az önálló vendéglátóipari egység, arra nem vonatkozik per pillanat a mostani tudásunk szerint a korlátozás. Valóban. Tehát a Zebra Klubban a keményebb rockzene iránt érdeklődők azok, hát természetesen a helység méretéhez képest, na, nyilván, létszámfüggően, de szabadon mehetnek. Megerősítjük a Korona étterem udvarának programját, tehát ott is egy tematikus udvar alakul. És hát majd meglátjuk, hogy a civilek továbbra is a rendezvény, társ rendezvényeként a sétáló utcában, a Kossuth utcán, vagy a templomtól a Vasút utca irányában, a Vajda Péter utcában verik majd föl a sátraikat, vagy pedig tematikus udvarként szaporítva a lehetőségeket bemennek a Granárium belső udvarába. Igen, ez is elképzelhető. Ez még tehát egy ez picit nyitott kérdés, de hát közel egy hónap van hátra. Úgy van. Nem is, hát pontosan egy hónap egy van hónap hátra a Szilva napig. És hát az alatt sok-sok minden történhet. Igen. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad. És hogyha visszatérve a pavilonnak, eddig is nagyon színvonalas és gazdag kínálatára, ha van bővülés az ünnepi hosszú hétvégére, akkor azonnal élezzétek, és akkor közhíreljük természetesen. Ezt háziasszony Fodor Marian is hírelni fogja napi szinten, hogy de nem. Ugyanúgy kikerül a Cervinus ház honlapjára, szórólapokban is megfordul. Igen, mindez csak a köszönöm. Népek megnyugtatására, hogy nehogy valaki azt mondja, hogy itt, ott, amott nem és nem tudtunk róla. Látta, pontosan, köszönöm. Mert hogy számtalan hírközlési csatornája változatlan a városban és a környékén. Mára megköszönjük megtisztelő figyelmüket, kedves nézők, további szép esti órákat, holnap jövünk a szokott időben, minden jót, addig is vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra.